Sziasztok, én Ádám vagyok, és elérkeztünk a Minecraft túlélő sorozatunknak a 9. részéhez. Ugye az előző részben még a bányászást folytattuk, viszont én videó közben följöttem, és lepakoltam a kemencéket, ugye innen a ház előben bevittem a házba. Nem biztos, hogy végleges helyen maradnak, gyorsan meg is mutatom. Szóval egyelőre itt lesznek. Jól nem néz ki, de egyelőre marad. Aztán az érceket ugye kiégettem. Kicsit rendet pakoltam a ládákba. Lepakoltam. Jobb, ez az arany még itt maradt. És igazából erre a részre azt terveztem, hogy a kertet kéne megcsinálni, illetve hogyha még marad rá idő, akkor az állatokat kéne áthozni ide. Szóval ameddig is sültek szépen az ércek, addig én itt egy nagyobb placot kialakítottam, egy nagyobb ilyen területet. És akkor itt szerintem a kert biztosan el fog férni, az állatokat meg majd meglátjuk. Illetve, hát most már van 11 darab gyémántunk, ugye az előző részben szereztünk. Szóval ez nagyon sok mindent lehetővé tesz nekünk. Először is ugye át kéne mennünk majd a Netherbe, ugyanis kell gyémántsákány, akkor tudunk szerezni obszidiánt, és akkor át tudunk menni a Netherbe. Az szerintem olyan 10. rész környékén lesz, van, nem ebben, nem is a következőben szerintem, de azután akár. Ha szeretnétek, akkor át is mehetünk a Netherbe, mert azért ott majd kellenek cuccok. Jó. Illetve majd enchantolni is el fogunk tudni kezdeni. Hát 27-es szinttel vagyok, szóval még várok vele egy kicsit. És hát könyves polcom sincsen, szóval majd ha tejnek látok, akkor el kellene kezdeni leölni őket. Minden esetre most akkor elkezdem csinálni a kertet. Oké, a ládában még van bőven töltyfa. Töltyfában fogunk csinálni egyébként a kerítést. Hát fenyőből nem annyira, az kicsit túl sötét. Annyira, az pedig ugye túl világos. Szóval maradok a jól bevált töltyfánál. Nem tudom, mennyi kerítés kell. Egyelőre nem bontom fel az összeset, de a kerthez, illetve az állatokkal együtt biztosan lehet. Hát, föl fog kelleni bontanom az egészet. Na mindegy. Egyelőre ennyi elég. Az szép volt. És... Na most az lesz a vicces rész, hogy... Egy kell kerítés, oké. Okay. Akkor így. Úgy. Oké. Okay. 24 kerítés. Ez nagyon kevés. Ez nagyon-nagyon kevés. Egyelőre miket kéne ültetni? Sárgarépát tudunk ültetni, búzát, illetve... krumplit. Van céklamagunk, van cukornádunk is. Jó. Akkor ezeket is tudjunk majd ültetni. Viszont egyelőre szerintem a három alap növényt tudom termeszteni. Állj, majd egy kapok el, az incsinálom. Ja igen, meg az eszközöket kicseréltem, mert már kicsit kapottak voltak. Sőt, nem is kicsit, hanem a karnak konkrétan pár ütés kellett. Szóval lecseréltem a pajzsot, meg igazából minden eszközt. Most akkor így, teljesen újjak. Oké. Középen lesz szerintem a búza. És akkor két szélén pedig a répa, meg a krumpli. Jó, mondjuk legyen itt az egyik széle. Mondjuk így. És akkor így. Oké. Lehet úgy kéne, hogy kettő széles lesz a krumpli meg a répa. Akkor köztük lesz egy ilyen tócsa, vagyis hát víz. És három széles a búza, és utána szintén másik oldal kettő széles a répa vagy a krumpli. Ja, azt nem akartam oda lerakni. Aj. Igen, most a baltát fogom készhez venni, mert most arra lesz szükség. Jó, szóval úgy gondoltam, egy kapuja legyen, vagy legyen egy ilyen dupla kapu. Nem, mert ez úgy nem olyan kiszimmetrikusan. Jó, akkor ez így lesz. És... Szóval itt termények lesznek, itt kell majd kiesni. Az elsőt sikeresen eltettem. Úgy. Egy kis lag. És meg itt kell kiesni. És akkor itt lesz a búza. Itt lesz mondjuk a krumpli, hát meg a répa. Annyira nagy területet nem is foglal el. Szerintem jól is néz ki, szóval ennél maradok, viszont már most fogyóban a kerítés. Várjál, milyen hosszúnak kéne lennie? 7, 8, 9, 10.
Ilyen hosszú legyen? Hát elég hosszú. Legyen inkább 8. Annyi bőven elég. És akkor így. Jó, akkor viszont szükségem lesz még a kerítése, illetve akkor csinálok egy kaput kell csak, oké. Kell még kerítés is kapu. Jó. Fa. Fölbontok még valamennyit. Bot. És fa. Úgy, ennyi kerítés elég. Elég? Szerintem elég. És akkor egy kapu. Jó. Hát most, hogyha már itt voltam a házban, lehet, hogy a kapát is le kellett volna gyorsan kaptalom. Mindegy, nem számít. Úgy. És... kész. Nem még a kapu. Úgy. Nem így. Hanem így. Jó. Kérdés, hogy itt legyen egy hely, ahol tudok járkálni, mondjuk. Vagy ez így jó. Mert lehet kéne egy... Jó, akkor viszont föld. És úgy. Viszont akkor meg egyen szélesebbre csinálom, mert a 8-hoz ragaszkodom. Nem tudom miért egyébként. De 8. Úgy. Úgy. És akkor most még kell víz, kell kapa. És hát a növények, amiket el kell ültetni. Szóval, irány vissza a ház. Kapát az bőven elég, hogyha kőből csinálok. Vaskapa az nem is ír meg. Ja, mondjuk van most elég vasunk, szóval most érzek terén nem állunk rosszul. De felesleges. Azt mondja, hogy bot. Kell bot. Úgy. És akkor egy kapa. Kő is van nálam. Király. Jó, ez megvan, hogy növények, vetőmag, igen, répából ilyen kevés van. Hát igen, mert ugye azt tettük kajagyalánt a bányába, kajából egyébként eléggé kevés van. Na, majd tudunk tökát is jutatni. Szóval, emiatt is jó lesz ez a kert. Illetve, hol a krumpli? Most én vagyok vak, vagy tényleg nincs itt? Hol a krumpli? Faluban maradt volna. Biztos nincs itt. Biztos nincs itt. Jó, akkor viszont visszaszaradok gyorsan a faluba. És akkor elhozom. Vagy nem tudom, hogy hol maradt, lehet, hogy elültettem az összeset. Na, visszajöttem a faluba, és hát egy eléggé szomorú hír. Ó, közben lőjét szeletem. Nincsen krumpli. Nincsen egyik vetőföldön, sincsen krumpli, csak répát, illetve búzát, ja meg retket termesztek. Szóval krumplingból nincs. És volt. Ugye találtunk még régebben egy másik falut, és ott viszont azt hiszem volt. Szóval most szerintem el kell mennem oda. És ez meg a sivatagon túl van. De jó hosszú túra lesz, de hát nagyon remélem, hogy ott lesz krumpli, mert hogyha nincs, akkor megettem volna az összeset. Volt krumpli, nem? Volt krumpli, én ugye emlékszem. Na mindegy, akkor elmegyek gyorsan a faluba. Na, visszatértem a másik faluba, és szerencsére van krumpli. Egy pillanatra megijedtem, mert már bejártam egy jó pár földet, és nagyon úgy nézett ki, hogy nincs. De van, szerencsére van. Villager, légy szedd le a krumplit. Szóval ezt most el is viszem. Hú, de jó, hogy van. Ó, és még van bőven. Király. Ide viszont már nem fogok ültetni szerintem, mert fölösleges. Az krumpli? Az is krumpli. Jó. Krumpli kell. Abban jó kis sült krumpli lesz. Illetve ott vannak tehenek. Szóval én megyek és őket leölöm. Mert bőre majd szükségünk lesz az elnyomásnál. Viszont szerintem... vágok egyet, és akkor ott találkozunk majd a bázison. De visszatértem a bázisra, szereztem 29 marhahúst, illetve 10 bört. Egész sok tején volt, ahhoz képest, hogy 10 bört, ez kicsit kevesen, de több, mint a semmi, szóval legalább van.
Jó, van a bőr, és ezt meg berakom a sütőbe. De kell hozzá szén. Igen, egyébként szénből nincsen olyan sok. Illetve lehet krumplit is fel kéne raknom sülni. Hát egy 20-at meghagyok, de a többit szerintem berakom sülni. Úgy. És akkor ezek itt szépen sülnek. Tojás nem kell, vetőma kell, krumpli kell, répa kell. De abból azt hiszem csak 18, répából is csak 18. Várjunk azt inkább így. 18 vagy 16? 16 kéne. Na mindegy, hozok egy kicsit többet. Víz van. Mondjuk nem elég, de legalább van. Kaja pedig, hát hamarosan lesz. Sőt, pár széket már ki is veszek. Jó, akkor ez is jó. Birka hús. Yummy. Oké. Víz. És... Hopp, ott már van egy vízünk. Szerencsére van nem messze egy tó, illetve... Hát ott nem messze egy óceán. Szóval vízben nem lesz hiány. Viszont már most megy le a nap. Hát akkor még mehetek bealudni, és sose fog elkészülni ez a kert. De el fog készülni mindjárt. Nagyon túlzás, hogy mindjárt, de hamarosan kész lesz. Szóval egy picit még tudtok várni, ezt a kertet még befejezhetem? Jó, ennyire. Nem, azt akartam oda lenyugni! Kérem a csákány. Ezt, hogy? És most futás gyorsan az ágyba, mert nagyon-nagyon sok szörny van, és hát ebből halál lesz. És egy kis elég nagy biztonságot ad ez a ház. Jó, hogy ilyen házat tudtunk építeni. Elég nagy is, és hát nem tudok bejönni a szörnyek. Szóval nyugodtan pihenhetek. Most viszont felszentem a földet, elültetem a növényeket, és akkor már van egy kertünk. Nem is kicsit zavaró, hogy itt a pajzs a kezemben van, inkább csak így. Hogy már a búzának a része is megvan. Úgy inni. És akkor... Vetőmag. Hogy? Ide kell a répa mondjuk. Tudom, hogy pár helyen kiadjam, de nem baj. Igen, kettő marad. Akkor gyors számoltam. Jó, azokat majd mindjárt lerakom, és készen van a kert! Legalábbis egyelőre ez így marad. Lehet csinálni kéne ide egy ilyet. Ó, hát nagyon jól néz ki. Na jó, az azért kicsit túlzás, de... Hát ez nem jobb. Meg látom, hogy hol kell bemenni, ami szintén nem hátrány. Gyorsan kivilágítom ezt egy kicsit. Meg igen, a ház körül is kicsit ki kéne világítani a területet, hogy azért szörnyek ne nagyon spawnoljanak itt. De nem most. Maradt egy darab kerítésünk. Jó, viszont szerintem most még megcsinálom a cukornád farmot is, mert még van idő a videóban, szóval még nem értük el azt a 25 perc, fél órás időtartamot. Ugye ezek a részek, ezek körülbelül annyi szoktak lenni. Hello, malacka, mi a helyzet veled? És hát a cukornád farma szerintem itt lesz mellette. Legyen itt a víz, nem, itt lesz a homok, és legyen ugyanolyan széles, ami igazából 10 lesz, mert hogyha a két kerítéses részét is hozzáadjuk, akkor ez már 10. Ó, hát nagyon jó vagy a patekból. Sikerült kiszámolnom, hogy mennyi 82. Jó. És akkor homok. Meg ide is homok. Úgy. És itt pedig víz. Azt nem jó helyre tettem, nem oda akartam, nem baj, így is volt. Úgy. És úgy. Nem? Nem úgy, hanem így.
És természetesen a cukornádat nem hoztam. Jaj, de nagyon ügyes vagyok. Nem láttatok semmit. Pont az előbb beszéltem arról, hogy milyen biztonságos hely a házam. Kicsit túlbecsültem. Egy creeper van a házamban. Vagy hát volt. Nem sokáig él. Kicsit belaggoltam. Azt hittem már felrobban, de nem. Jó. Hogy került ez ide? Itt egy kicsit sötét van. Cáfolom. Na mindegy. Hát akkor volt legalább, ha nem is sokáig, egy házitársunk. Jó, puskapor. Víz az mindjárt kell. Viszont kapa már nem. Nem ide kellene az eszközökhöz. Hol a kapa? Itt a kapa. Ez is ide. A pajzs az majd ide. Ez ide. És. Homok az. Ede. Ez ide. Hát felbontom ezt. És 63 lett. Jó, legalább nem foglal plusz helyet az inventory-ben. És akkor. Mi kell? Miért jöttem be? Creepert egy kicsit meglepődtem. Miért jöttem be? Ja, cukornádér. Jó, és akkor 20-at kéne kivennem. Úgyni. Na, gyorsan visszaéptem a házat. És akkor cukornád. Mi? Sikerült elszámolnom? Igen, mert itt még van egy plusz hely. Aha, oké. Vicces. Akkor ugyanúgy bejövünk a házba. Nagyon-nagyon kreatívan, és kiveszünk még kettő cukornádat. Egy, kettő. Fantasztikus. És van egy kertünk. Ez az. Majd még fogok ilyen tököt, meg dinnyét, céklát esetleg, ilyeneket termeszteni, bár annyira nem lényeges. Egyébként mi ez az üvegbák, hogy itt vannak ezek a vonalak? Ez mi? Itt például nincs, meg itt sincs. Itt sincs, itt sincs, és itt sincs. És itt sincs, ezen a két ablakon valamiért ott van. Nem tudom, hogyha valaki tudja esetleg, hogy ez miért van, illetve tudja, hogy ott kell eltüntetni, akkor komment szekcióban nagyon szívesen fogadom a véleményét, vagy nem is tudom, hogy ezt hogy hívják. Kívülről pedig pont fordítva, kívülről meg ezeknek van ilyen bágos cucca, vagy mi. Igen, és akkor ennek pedig gondolom itt jó. Így van. Nem tudom, hogy ez miért van. Nem, szerintem nem is amiatt, mert más. Nem a szükszögből, hanem más oldalról raktam le. Mert mindegyiket belülről raktam le, szóval nem értem. Tényleg nem értem. Jó, mindegy. Annyira nem zavaró, mondjuk. És akkor, szerintem még van idő belekezdeni az állatotásba. Na, gyorsan csináltam még egy pár töltőkerítést, hát a fám az el is fogyott, szóval a következő rész és e között a rész között videón kívül el fogok menni fát vágni. 34 kerítésre futotta, hát az nem lesz elég a farmhoz, de se baj, elkezdem, mondjuk legyen, kezdem minden. És akkor legyenek ilyen, mondjuk legyen ilyen ötszörös helyük, nem ötszörös helyek, hanem, hogy ez túl nagy. Hát, nem jó ez. És ezt hogy csináltam? Aha. És akkor így mondjuk. Akkor már két állatnak van a helye. És akkor itt meg ugyanúgy. Úgy. Ennyi volt. Azért azt hittem, hogy ennél kicsikét többet fog bírni. Nem most kéne elkezdenem fát vágni. Nem baj, ezt a fát még kivágom. És csinálok belőle annyit, amennyit csak tudok. Akkor nem ez kell. Igen, egyébként lehet, hogy a fenyőfából kellett volna készítenem a botot. Ádám, okos vagy. Nem baj. Így is jó lesz. Úgy. Még 15 kerítés, fantasztikus. És föld. Jó, van nálam föld is. Igen, kicsikét tovább kellett volna hozzom ott a földegyengetés, vagy talajegyengetés, vagy nem tudom, hogy ezt hívják. Jó. Négy állatra elég, mondjuk csirke, bárány, malac, tehén. Nyulaknak majd egy külön ketrecet szeretnék.
És nagyjából ennyi. Miumba vagy mi a neve? Ilyen gombás helyén, olyanok szerintem fölösleges is, meg nem is tudom, hogy hol van. Ugye olyat honnan tudnék szerezni, de mindegy. Ezt a crafting table-t azért felszedem. És hát arra már nincs idő, hogy az állatokat elhozzam, viszont lehet, hogy pár kaput kéne még csinálnom, viszont már arra sincsen elég fa, akkor még egy fát kivágok így videóban. Szerintem nagyon izgalmas. Jó, megvan a fa. És akkor csinálok még négy kaput. A kapukat, hogy hogy fogom elhelyezni, hát ez egy nagyon jó kérdés. Crafting table, hogy? Azt mondja, hogy négy darab kapu kell, szóval kell még bot. Meg még bot. Nem ebből a fából kéne csinálnom, de nem baj. Még ez is kevés. Nem lett volna egyszerűbb, Ádám, hogy kiszámolod? Csak kérdezem. Jó, az így már elég lesz. Úgy. És még maradt kettő bot. Ez az. Na, hogy legyenek a kapuk? A szélére kellene tenni? Vagy mondjuk ennek a kettőnek így elől, a másik kettőnek meg oldalt. Itt. Megy le a nap. Igen. Mondjuk itt, meg itt. Legyen így. És akkor, jó, még ezt gyorsan megcsinálom. Annyit csak tud várni az éjszaka lemenetel. Micsoda? Olyan szavakat találok itt ki most már videó közben. És pont annyi kerítésem volt. Ez tök jó. Mondjuk nem, ez így. Ajj, de csúnya lett. Azért még kell kezdenem valamit. Na mindegy, most viszont gyorsan beszaladok aludni, mert tele lesz szörnyel minden. De a kert az működik. A kert az működik. Na. Legalább akkor van már egy állandó kajaforrásom. Hogy? Ebben nem volt semmi. Itt a krumpli. Marra hús, és ennyi. És jó éjszakát! És már nappal is van. Kertünk még mindig megvan. Állatfarmunk. És már ennek nem örülök annyira. De, amúgy tök jó, tök szép lett. Jó, inkább nem nézek arra. Viszont szerintem itt az ideje lezárni a részt. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót. Ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, illetve iratkozzatok fel. Komment szekcióban nagyon szívesen fogadom a véleményeiteket, tanácsaitokat, illetve minden egyéb ötletet. Én Ádám voltam, sziasztok!